virtuális pontra repül. Ezek ilyen ötbetűs virtuális pontok, a Földön nincs semmi. Az a Six Flying Telecontact, ott van a Babi pont, és oda van. És még egy csomó információ van. Például itt azt látjátok, hogy LDZQ fehér. Emirates 212, Contact Budapest 132, Decimal 79, ez volt. Fejlő maradott? Tehát akkor is látjuk, hogy milyen stárkányokat. Színeket mindjárt használjuk, színesen a színeket felhasználjuk. Hát például azt, hogy jelzem, hogy kék az az enyém. A szín logikája az, hogy itt jön egy ilyen fehérlet, az azt jelenti a fehér, hogy be fog lépni egészen a készügyedetet. Amikor itt mondjuk a bécsi kolléga átküldi, az ágyrábi kolléga átküldi a frekvenciákat, hát átküldi a csalat, akkor két fehér lesz a szín, tehát a fehér, bejelentő a csalat, azt látok, nem látok, sárkát, nem látok, milyen sárkát, ez egy sárga, azt jelenti, hogy ezt már átküldtük a alacsony szegmény, és süllyed a belgrádi beszállók. De fizikailag még az én szektor, hát rádióval már ott van, de fizikailag még az én szektoromban van. Igen. Nehogy elfelejtsük. Aztán látok itt egy listát, ott jobb oldalt. Akkor ezt már tudjátok. Az a Matrix kiszállt. Előtt a konfliktusokat, ami azt jelenti, hogy abban valahogy lehet, hogy megsérjük a fődés, ha nem csinálunk valamit. Grafikusan meg tudjuk nézni. Nézzünk egy jó grafikus. Bocsánat, nem figyeltem meg. Pedig nem baj, akartam egy card window gondolóban, de szép. Itt van, ez például a legjobb példa, ezt az előbb szedtem össze nektek. Két okból. Jó. És két nagyon okos dolgunk van hozzá. Itt megmutatja, hogy ide erre a részre kell figyelnünk, de ez csak egy információ. Van egy finomabb eszközünk, amivel megnézzük, amivel tudunk. Két dologgal tudunk nézni. Az egyik az a normál separation tool, aminél a számítógép nekünk semmi más nem mond, mint a két repülőgép a jelenlegi irányán és a jelenlegi sebességével repül eddig. Eddig akkor ennyi, a legkisebb 10,1 mérföld lesz, tízük a legkevesebb. És 19 perc múlva. És látjuk, hogy megvan az öt tengeri mérföld, ami nekünk az abszolút minimum. Megnyugodhatunk, és látjátok, hogy ez állandóan frissült változik. És hogyha nem lenne meg az öt mérföld, akkor ennyi, egész pici jár, 5 fok fordulóra adunk utasítást, és egyből látjuk, hogy nyílik az orló. Most, hogyha ez nem lenne, ha becsukod, mindent vegyél, amíg bírod, mit ki? Bírom. Tehát szemre még egy gyakorolt irántól sem mondja meg, hogy így ránéz erre, meg erről, hogy mennyi lesz. Hát, hogy nincs az, nincs, meg hogy mennyi lesz. Érzésre tudod, hogy lehet. Mit csinálnánk ekkor, ha nem lenne? Hát azt csinálnánk, hogy sokkal nagyobb ráhagyásokkal dolgoznánk. Pazarolnánk a lerepült távolságokat. Tehát nem 5 mérföldet csinálunk, vagy 5 és felett, hanem 20-15. Régi módszerén nem megmérnénk, hogy hány mérföldön. Ja, rengeteg eszköz. A 144. Ha belegondolunk, hogy mondjuk napi 4000 repülő csak 1 kilométert vagy tengeri mérföldet repül le feleslegesen. Egy nap. Az naponta 4000 mérföldet repül felesleges távolság. Mennyi üzemanyag, károsanyag kibocsátás? Na hát ez a szolgáltatás. Ha van jó eszközöd, akkor tudsz jól szolgáltatni. Ha nem, akkor bénázz. Látható konfliktusokat, de jelenleg ez a kettő van a szektorban. És akkor mi történik ilyenkor? Hát nekünk 5 mérföldet kell csinálni, ez egy kicsit szűk lenne ez a crossing, úgyhogy itt megbeszéltük az alacsony szektorral, hogy kimondunk neki egy alacsony magasságot, és akkor elkerüljük a problémát. Regarding Wizz Air 216, little you may expect, very tegra. But there will be another flight, the Lufthansa 7 Victor Charlie. If you give some shortcut with the Wizz Air 216, there will be enough distance between the two flights. Can you update that? To Didi? Zrej Bravo Tango, Sears, Radar Contact 9, Flight Level 180. Flight Level 180, Zrej Bravo Tango. Zrej Bravo Tango, Sears, Radar Contact 9, Flight Level 180.
most tovább engedtem, hogy neki megállni ezt a lábot. Nem tudjuk forgatni, mert még a zajcsökkentő nyomvonalat kell követnie. Ha a fölé kerül, akkor aztán jön a szabadság, és direct valami brutális. Hova megy ez? Merre van? Kopli felé, most koordinálok. Tehát a direct koplit úgy tudjuk koordinálni, hogy ilyen színváltozásokkal tudjuk az ACC-nek elküldeni a kérést, és olymányuk tászta is. Hát nem kell telefonon beszélgetni, hanem ezt úgy nevezik a szakmában, hogy silent coordination. Hát ugye egyébként a leggyengébb láncem az az emberi beszéd, a emberi kommunikáció, mert félre lehet érteni. Próbáljuk kikerülni. Szországban 28 légijármű dolgozik, most itt napokban itt van egy kiképző repülés, ahol találhatom angol szkály pilót. Török pilótákat képeznek Kalocsán, és ők repülnek egy elég nagy útvonalat. Mert látjuk, Kalocsáról indult, egy pusztára, egy keleten nyakapszállásra, és nem visszamegy Kalocsára.